Rejtőjenő, járőr a Szaharában. Puskin Mária Gottfried közlegény bevonulása a gondári Lafayette erőt helyőrségéhez, azt hiszem örök időkre felejthetetlen marad a szemtanúk számára. Negyven újonccal együtt oránban beöltöztették, és útnak indították a szaharába. Ám a vasúton elvesztette a sapkáját, és mivel napszúrástól tartott, előkereste podgyászából régi civil fekete kemény kalapját, így vonult végig szakaszával a gyanútlan örvezető mögött gondár főutcáján. Az emberek megálltak és nevettek. Egy úrvezető meglepetésében felhajtott a járdára, képzelhetik. Egy jó indulatú, feltűnően hosszú arcú, 40 év körüli polgár, mélabús szemmel, pamacszerű sötét barna angol bajussal, talpig marcon a légionárius, és a fején fekete kemény kalap. Ezen felül szarukeretes pápa szemet is visel. Az Erőt udvar közepére állították az újoncokat. Itt egy arra siető jóindulatú káplár leütötte fejéről a kalapot, rálépett, felhúzta térdéig, és továbbment. ment. Puskin Mária Gottfried ezen nagyon csodálkozott, de senki sem törődött vele. Az egyenlítőnél fásult át ez mindenkit a katona élet, mint örök búra, állandó porfátyol borul a város fölé, rop a forróság feszíti a levegőt, és dermesztő éjszakai lehűlések, legyek, rovarok, tomboló orkánok továbbá gurón örmester teszik elviselhetetlenné gondárban az életet. A port a forróságot, a dermesztő lehűlést, és a tomboló vihart úgy, ahogy megszokják előbb-utóbb az emberek, de gurón örmester folytonos jelenléte a legszívósabbakat is rendkívül megviseli pedig így első látásra aránylag nyájas embernek tűnt. Mosolygott, és biztatóan üdvözölte a kiképzésre érkező újoncokat. Halló, fiúk! Én vagyok Gurón, atya! Itt olyan dolgotok lesz, mint otthon! Na, no, hál' Istennek! szólalt meg elégedetten Puskin Mária Gottfried. Nálunk otthon igen jó családi életet éltek. Az örömester arca egy másodpercre elsötétedett, mint a mező, ha gyorsan haladó fellek siet át a nap előtt, egy különben derűs nyári délutánon, de azután ismét mosolygott. – Kiszölt közbe? – kérdezte atyai érdeklődéssel. – Én! – felelte, mint egy dicsekedve a tájékozatlan ujjonc. – Új! Uj! maga volt, mondja az örmester örvendezve. Hogy hívják? Puskin Mária Gottfried. A testvéreit nem említse, csak a maga neve érdekel. A hosszú arcú újonc előre jött egy lépést, és balkezének kezének tenyerét nyájas ellenző mosolyjal az őrmester vállára helyezte, azután így szólt. Gottfried Mária és Puskin kizárólag az én nevem. Igazán! Érdeklődött elragadtatással az altiszt. Hát persze! Kiáltotta lelkesen az újonc, és úgy látszott, hogy nyomban összecsókolóznak, táncra perdülnek, vagy más hasonló módon vezetik le féktelen rokon szemüket. Ekkor azonban véget ért a bohózat, és következett a tragédia. Az örmester olyan rémületes férfi mint akit találat ért, elkiáltotta magát – Figyázz! A város tájékozatlan lakossága, amikor az őrmester először vezényelt vigyázt gondárban, sietve felkereste a föld alatti helységeket, mert mindenki azt hitte, hogy a háromnapos légvédelmi gyakorlat kezdetét jelzik a szirénák. Az udvaron tartózkodó katonák a szörnyű üvöltésre dermet állásba ugrottak, viszont Puskin Mária Gottfried összecsapta a kezét, és így kiáltott. Szent Isten, ez rosszul lett! Vizet! Az örmester ijesztő arccal egészen eléje lépett. Nem hallotta, hogy vezényeltem? Ez vezénylés volt, csodálkozott vidáman a hosszú arcú újonc. Van egy nagybátyám tánban, az akkor csinál így, ha rájön az asztma. Újonc, hogy állít? Vigyázz! Hát arc! Hagyjuk ezeket, felelte idegesen, majd ha jön az ellenség, akkor egzecírozok, Gyerekek vagyunk, kérem! Hello főadnagy úr! Egy arra siető alezredesnek intett az ujjával. Az őrmester arca piros lett, azután iboja színű, majd teljesen sötét bordó, és a szemét könnyű fátyol homályosította el. Egy másodpercig komoly életveszélyben forgott. Az alezredes hökkenten megállt és odanézett. Kérem, főhat úr, itt az altiszt olyan hangon beszél, maga az újoncokkal érkezett mi, és nem állt kiképzés alatt. Ez most nem fontos, azt akarom mondani, hallgasson! Az alezredes úgy nézett rá, mint egy ötlábú borjúra. Ilyent még nem látott, szinte szeliden mondta. Maga nagyon szerencsétlen lesz itt ezzel az egyéniséggel. Mi volt maga civilben? Tőzdei megbizott egy bank szolgálatában. A hadnagy mi volt civilben? Katona, felelte lesújtó hanglejtéssel az ezredes. Hogy hívják? Puskin Mária Gottfried, és most már bevallom, hogy néha az Iván nevet is viselem, tette hozzá lesütött szemmel, mert maga is érezte, hogy ez már túlzás. Az alezredes tanács nézett végig a hosszú arcú pamacs pápa szemes kispolgáron, azután vállat vont és az altiszthez fordult. Örmester, tekintettel lesz arra, hogy ez az ember egy szokatlanul megrögzött civil, és mivel kiképzés előtt áll, büntetés helyett részesítse szemléltető oktatásban a katonás viselkedésről. Az alezredes elment, Gurón őrmester meghúzogatta Hughes bajuszát, vastag nyaka előre görbült, és néhány másodpercig szuggesztíven nézte Puskin Mária Gottfried, sőt, Iván cipőjét. Azután így szólt, most maga! szemléltető oktatásban részesül majd. Ez úgy történik, hogy én itt az árnyékban oktatom az újoncokat, maga ott a napon áll és szemléli. Ha elmozdul, akkor vasra veretem maga vizenyős agyumélabus teve. Ez a kijelentés délelőtt tizenegykor történt. Délután négy felé az ájultan heverő ujjoncot két legény a szobájába vitte. Így indult útjára a hosszú arcú szemüveges Puskin Mária katonai pályafutása. Éppen ünnep volt, amikor a legénység elhagyta, a lefajett erődött, hogy megtekintse, gondárt. Ilyenkor megerősített járőrök tartják fenn a rendet takarodóig. A délutáni forróság ellenére mindössze Bork, a matróz, Pugacsev, az ítélet végrehajtó, Dorman, a zongora humorista, és André Vernon tartózkodott a helységben. Ekkor belépett Puskin Mária Gottfried, sőt, mint utóbb kiderült, Iván is kisé holtan verejtékben fürödve, és dőlt az ágyán. Guron őrmester ezen a délután is 35 kört futtatott vele az udvaron. Huszat már délelőtt rásózott. Úgy látszik, hogy magát a Longchampi versenyen paripa helyett akarja benevezni az őrmester, jegyezte meg Bork, a matróz. Különben nem tréningeltetné ennyit. Az ilyen megjegyzéseket mellőzhetné, kolléga úr, liegte Puskin. Mondhatom, érdemes volt belépni a légióba. Nézze, szólt közbe Pugacsev az ítélet végre ajtó, az mégsem volt egészen rendjén, hogy maga reggel is sorakozónál talpig menet készen, de harisnyában jelent meg az udvaron. Ezért legfeljebb nekem lehetne panaszom, kiáltotta Puskin. Ellopták a cipőmet! Este lefeküdtem, kitettem az ajtó elé, hogy tisztítsák ki, és reggelre nincs sehol! A falak megrendültek a nevetéstől. Még a különben kisé hallgatag és szomorú zongora humorista Dormant is hangosan kacagott. Csak akkor lett hirtelen csend, amikor belépett tombó káplár Puskin Mária Gottfried cipőjével a kezében. Hol az a nőstény nevű? Itt van. Felveheti maga mafla. Ha csak ugyan ellopták volna, akkor megjárná maga szomorú hülye tette még hozzá a káplár, és odavágta a lába elé az elveszette ki cipőt, és távozott. Mondja, kérem, kérdezte Dorma, miért lépett maga a légióba? Nagyokon már van szomorúan Puskin Mária Gottfried, sőt, mint kiderült Iván is, sürgősen meg kell kapnom a becsületrendet. Koppanás. Bork kiejtette a kefét, amelyel a bakancsot tisztította. Érdekes, mondta a Dorma. Tisztára úgy hallotta, mintha azt mondta volna, hogy a becsületrendet akarja itt megkapni. Jól hallotta. Ha két hónapon belül nem kapom meg a pullemeritet, akkor főbelőhetem magam. 16 millió frankot hagyott hátra egy nagybácsim négy rokonára az örökli a vagyont, aki hivatásának kitűnő teljesítéséért valamilyen kitüntetésben részesül. Ez a rokonunk ilyen álszenteskedő volt. Ha egyik családtagnak sem sikerül a kitüntetést megkapni, akkor jótékony egyesületek öröklik a vagyont. Az egyik rokonom, aki író, az akadémia érmére pályázik. A másik vagyonos ember, annak az ügyvédje szaladgál, hogy valami kitüntetést kapjon. Mit csináljak én? Pályázak a Nobel-tíjra! Igen, szólt közbe Verna. Mondja, hogy maga írt az anyagint, arra lehet valamiféle díjat kapni. De nem én írtam, akire maga gondol, az egy másik puskin volt. Itt egy kis szerencsével és rátermettséggel könnyen előfordulhat ellenségeskedés közben, hogy az ember kitünteti magát és becsületrendet kap. Hosszú hallgatás következett. Az emberek megérezték a komikum mögött lappangó reménytelen sivár tragikumot a sok nevű puskin esetéből. Brock matróz kezére húzott cipőjén, megcsillogtatta az ablakon beszűrődő fényt, aztán tűnődve bólogatott. Szívesen odaadnám a magamét, de nincs. Ha mi segítenénk a becsületrend megszerzésében, kérdezte Verna, és így megörökölné a 16 milliót, mennyit adna nekünk belőle? A felét, ajánlott a Mohón Puskin, nyolc milliót négyüknek. Lassanként azután a lányos arcú Verna tréfálkozásából kialakult a részvénytársasági gondolat. Verna, Bork, Pugacsev és Dorman szövetkeznek Puskin ügyében. Négyen egy becsületrendért. Azt hiszem, elsősorban valami törvényes erejű okiratot kellene szerkeszteni a megállapodásról, mondta Pugacsev, aki ítélet végrehajtó létére úgy érezte, hogy némi köze van a joghoz. Úgy van, helyeselt Bork a matróz, elsősorban tehát fényesítsük ki alaposan a cipőinket, és menjünk valahová, ahol megfelelő a környezet egy részfénytársaság megalapításához. Azt ajánlom ez esetben, mondta Dorma, hogy találkozzunk egy óra múlva a négy bölcs halott musónál. Kitűnő, helyeselte Bork, mint aki az említett helyen már többször alapított részvénytársaságot. Alulírottak a négy bölcs halott mosó étteremben, rendes fiúk tervkiviteli RT néven társaságot alapítottak. Első pont, Elnökség Verna. Igazgatóság Dorma. Végrehajtó bizottság Pugacsev. Alaptőke Puskin úr. Puskin úr képviseli a tervkiviteli RT tartalék alapjait is. Második pont. Az RT vagyona Puskin úr 16 milliós ígérete. Ezek szerint a társaság megalapítása napján 16 millió valószínű és 17 franknyi valóságos pénzösszeg felett rendelkezik. Harmadik pont. Az RTC-ja. Visszajutni a kaszárnyába takarodó előtt az alapító ünnepségen elfogyasztott különböző nagy mennyiségű italok datára. Negyedik pont. Alapszabály. Ha Puskin úr két hónapon belül megkapja a becsületrendet úgy, Nevezett 16 millió frankot kitevő örökségéből 8 milliót szétoszt a részvénytársaság alulirottyai között, akik maradtak kiváló tisztelettel. Az okmányt valamennyien aláírták. – Hogy gondolod a kivitelt? – kérdezte Dorma, aki Vernannal szoros barátságot tartott fönn. – Vizsgáljuk meg alaposan ezt a fogalmat, hogy kitüntetés – fejtegette a csinos rókaképű Verna – Akiről sosem lehetett tudni, hogy komolyan érti-e, amit mond, vagy csak bolondítja a környezetét. Kitüntetést általában annak adnak, aki egymaga olyasmit cselekszik, hogy különben négy-öt vagy sokkal több ember szükségeltetnék a teljesítményéhez. Ha tehát valamennyien elvégzünk egy feladatot, és utána sikerül azt a látszatot kell tennünk, mintha egyedül Puskin Mária Gottfried Iván tette volna, akkor a legegyszerűbb ténykedésünk is a becsületrendet vonhatja maga után. Hosszú vita indult meg a részvényesek között. Puskin ez alatt az egyik szomszédasztal alatt hevert, mert először életében ivott vizes pohárból pálinkát, ettől ideges lett, majd elszédült, és azóta alszik. Szerintem, ajánlott a Dorman, adjunk húsz frankot a káplárnak, hogy legközelebbi sivatagi járőrbe ötünket küldjön majd megakoljuk azzal, hogy jó barátok vagyunk, ezért kérünk közös beosztást. Azután inshallah oázis környékén elfogunk valami bandita vezért, vagy néhány rablót, és úgy állítjuk be a dolgot, hogy Puskin egyedül tette. Azt hiszem, ez jó, bolintott Verno. Most pedig menjünk haza. A teljesen berúgott részvénytársaság jókedvűen tért vissza az erődbe, eszméletlen alaptőkéjüket a földön húzták maguk után hazáig. Az őrjárat elindult. Ahogy megbeszélték, sikerült elintézni a káplárral, hogy egyszerre kerüljenek járőrbe. Megszabott menetirányuk Urdal falu volt, visszafelé Azumbár vasúti góc érintésével. Puskin ekkor már három hete állott kiképzés alatt. Az őrjáratot Vernon vezette, aki már elérte az első rangfokozatot. Vernon két éve szolgált, igen jó minősítésű katona volt és népszerű is. A felettesei elismerték bátorságát, a legények szerették örökös tréfáit, és valami titokzatos nimbus is lebegett a személye körül, ami a légióban nem csekély előny. Állítólag úr volt valamikor ezt róla. Itt a légióban megbarátkozott ezzel a szomorú Dormannal, aki egy híres párizsi mulatóban zongora humorista volt. Sovány, előkelő alakja finom sápat arca alkalmassá tette arra, hogy mint emigrált orosz gróf szerepeljen, de Dorman fáradt és közönös volt ehhez. Története egy soros párizsi dráma, agyonlőtte hűtlen szeretőjét, és a börtön elől sikerült a légióba menekülnie. Azt hiszem, mondta Vernon, először induljunk egyenesen azumbárnak, és csak visszafelé érintsük urdált, hogy ne legyünk túlságosan fáradtak a rablókhoz. Elég, ha öten-három gazembert elintézünk, mondta Pugacsev. Hogy érti ezt az ötöt? kérdezte agresszívan Puskin. Maga azt hiszi, hogy én is részt veszek abban, hogy becsületrendet kapjak? Én a nyolc milliót adom, és maguk szereznek egy becsületrendet. Ha én is részt veszek a megszerzésében, akkor a nyolc millióból egy részt kapok. Micsoda ostobaság ez? Kiáltotta a hóhér mélységes erkölcsi felháborodással. Miért? replikázott Puskin dühösen. Ha egy akasztásnál a segédje gyengélkedik, maga ingyen végzi el az ő munkáját is? Pugacsev nem felelt, bizonytalan volt az ügyben. Puskinnak igaza van, mondta Vernó. Magunk csinálunk mindent, és ő azumbárban marad a vállalkozás befejezéséig. Kérem, nem akarom megrövidíteni magukat, de én nem dobálhatom ki a milliókat az ablakon. Különösen, amíg nem hozzák be őket az ajtón, dünnyögte Bork, és csámpás lábain tühösen himpálódzott. A kis járőr tempósan menetelt a forró soharában, csak Puskinnal volt állandóan sok bajuk, pedig a kiképzés sokat enyhített megrögzött civilmi voltán, de katonát az ő korában már nem faraghattak egy notórius kispolgárból. A puskát hol a csövénél hol az agyánál fogta, hogy könnyebb legyen. A hátizsák a tarkójára csúszott, és állandóan hörgött, hogy nem bírja a forróságot. Éjszaka állítólagos szarvas viperák miatt sikoltozott, és állandóan előleget kért a másnapi vizadagjára, amit egy tömlővel felszerelt vitt utánuk és vernon utasítására kellett beosztani. Sűrűn hangzottak el például ilyen párbeszédek. Követelem, hogy adjanak vizet, mert jegyző könyvet veszek fel, és ha szomjan halok, önöket terheli a felelősség. A részvénytársaság, mint őrjárat, aláveti magát a hadsereg alapszabályainak, felelte Ha megkapom azt a becsületrendet, én úgy itt hagyom magukat a sivatagban. Becsület szavamra! Azumbár előtt néhány kilométerrel már percenként közölte bajtársaival, hogy elmúlása küszöbén áll. Ezek aránylag férfias belenyugvással vették tudomásul a közelgő katasztrófát és dohányoztak. A sivatagon túl már látszott az Atlasz hegység nyúlványa. Ez volt az utolsó oázis a szaharában, az Egy állomás épület, egy kút és néhány vályok putri jelezte, hogy a helység vasúti góc. Minden hat hétben egy teljes fél óráig állt itt a szaharavasút, de senki sem tudja, hogy miért. Zarzán, a berber házaló, aki a környékbeli helyőrségek katonáira rásózza rossz zsiletjeit és olcsó szipkáit, most nyájas ábrázattal vigyorgott az érkezők felé. Nagyszerű viszki van a düáromban. Azt hiszem, a rumi katonák így? Megvesszük tőled a viszkit, Zarzán, mondta Vernon. Szükség lesz rá, mert a szép Hopkinshoz jöttünk, ha ugyan itt van. Véletlenül itt van, uram. Az esti vonattal visszaérkezik gondárból a vasúti vendéglős, azt akarja megverni. Megvették hát a biszkit, és felkeresték a szép Hopkins nevezetű egyént állandó tartózkodási helyén két sínpár között egy nagyon öreg kecske társaságában. Hogy miért nevezték ezt a Hopkins szépnek, ezt senki sem tudja. Hopkinsre minden más jelző jobban illett volna. Lapos, ragyás arca közepén tömpe vörös orra egyenesen torz volt. Európai létére a vadember minden jellegzetességét egyesítette magában. Nomád életet élt, cserekereskedést folytatott, és végül valóban vad volt, mert ha megharagították, habozás nélkül ütött, és ha ütött, az általában huzamos ideig megmaradt nyomaiban az inzultált egyén test és lelki világában. Foglalkozására nézve azt tartották róla, hogy kizárólag alkoholista. Az alkoholhoz is csak cserekereskedelem útján jutott. Ahol ittak, ott a szép Hopkins megjelent, és az alkoholért cserébe nem vert meg senkit. Majdnem két méter magas, egész sovány, széles szájú, albínószerűen világos szőke, vizenyős és hatalmas csontozatú ember volt ez a szép Hopkins. Szakatruhája, egy madárjesztő, igényét sem elégítette volna ki. Pillanatnyilag ott ült a sinek között, és egész jó állapotban levő cipőjét nézte a jobb lábán. A másik lába csupasz volt, mert a balcipőjét még két év előtt a festői Cape hagyta, egy fél lábú sintérnél, egy liter kitűnő rispálinka ellenében. Most türelmesen várt a sinnen üldögélve, hogy megverje az esti vonattal érkező vendéglőst, akinek eladta a csendőr járőr celofántokkal ellátott katonai térképét egy pár csirkéért. Az egyik csirke azóta kimult, és a szép Hopkins szerint a vendéglős megetette valami különös növényi maggal a baronfit, hogy az élénknek lássék az adásvétel pillanatában, mint bizonyos versenyparipák, amelyeket futam előtt feldoppingoltak. Ilyenkor a gyepen úgynevezett óvás történik, és az eredményt a zsűri megsemmisíti. Ugyanilyen óvásra és megsemmisítésre készült a szép Hopkins is, és e célból magával hozta egy húsdaráló fémvázát, hogy jogos felháborodásának kellő nyomatékot adjon. Örökrejti, hogy Vernon, aki állítólag nyugalmazott katonatiszt volt, mivel férkőzött a vadember szívéhez, amely általános felfogás szerint a szónak ebben a jelképes értelmében nem is létezett. Tény az, hogy a szép Hopkins a maga módján szerette Vernont. Hello, Hopkins! Vettük egy üveg viszkét, megihaltod velünk! Az ah, nagyon jó lesz! Nálad akarok megpihenni, mondta Vernon. Üzletről is szó lehet. Én ezeket a kétes pofákat nem ismerem felelte, és néma utálattal nézte a katonákat. Borka matróz összevont a sűrű őszemöldökét. Ő nem valami finom ember, mondta, és egy igen hosszút köpött a pipája mellől. Az is lehet, hogy megütöm, ha így folytatja. A szép Hopkins Vernonhoz fordult. Ez a gorilla képű ez eljöhet hozzám. Elég rendes fiúnak látszik. Ha csak ilyesmitől függ, mondta a könnyedén Pugacsev az ítélet végrehajtó, tőlem is kaphat egy-két pofont. Vernon rálépett a húsdarálóra, amit a szép Hopkins fegyverül használt, és már is hozzávágott volna Pugacsefhez, és közéjük állt. Ha ostoba vagy, Hopkins, és nem elég biztosíték neked az, hogy ezek az alakok a barátaim, akkor fütyölök rád, és itt hagyunk. Hát jó, mondta a vadember szelidebben, – Neked se kell mindjárt a hatodik emeleten lenni. Nem sértettem meg a barátaidat, csak azt mondtam, hogy nekem nem tetszenek. Egyiknek se vagyok a mennyasszonya, hogy ezért tühös legyen. A másodosztályba menjünk! – Igen, ezek az emberek megőrzik a titkot. Én jót állok értük. – Miféle hely az a másodosztály? kérdezte Dormon. – Hopkins örök lakása felelte titokzatosan Vernon. Ez hülye, szólt Puskin Mária Gottfried, aki eddig szótlanul betegeskedett valahol a háttérben. A szép Hopkinsra azért van szükségünk, szólt Vernon, mert nála fog elrejtőzni Puskin úr, amíg mi elintézünk néhány rablót Inshallah környékén. Ezért be kell vennünk őt a részvénytársaságba, mondjuk felügyelőbizottságnak azt csinálnak a részükkel, amit akarnak, mondta Puskin. Az alaptőke felemelése azonban lehetetlen, mert az én kisebbségi indítványom alapján elvetjük. Szerintem, mondta Bork a matróz, mivel Puskin Mária Gottfried az alaptőke, neki kell megtoldani a mi nyolc milliónkat a szép Hopkins részével. Az én két millióm nem bír el semmiféle újabb terhet. Borka matróz nagyon ideges volt. Úgy látszik a tengereken vagy a kikötők sikátoraiban, eddig még ritkán történt meg vele, hogy két millió frank nélkül kényszerült bitangolni. Közben elérték a hegyet, és egy ösvényen haladtak, amely nem messze a vasúttól kígyózott beláthatatlan messzeségben, az atlaszon keresztül. Itt már néhány pálma változatosabbá tette a tájat és a vad mellach aránylag széles időszaki folyója is a közelben rohant le a hegyről, sellőről, sellőre bukva nagy harsogással. Ahol az ösvény egy szép ívben áthajló vasúti híd mellett szakadékhoz ért, szép Hopkins és Josephine, a gőgös, élemedett kecske, a sűrű növényzet között leereszkedtek a völgybe. A katonák követték őket. Ahogy mind bejjebb értek, egyre sűrűbb félhomály fogta körül a kis csoportot, mert a szakadék két oldalát alagútszerűen zárta el a bujja növényzet. Lent, nem messze a vasúti hittól, megpillantották a szép Hopkins öröklakását. Remek! szinte repkényszerűen behálózva, kúszó növényekkel egy vasúti kocsi állt a szakadék falához támaszkodva, hatalmas tábla függött rajta. Női szakasz, Marokkó, Azumbár, Brimidat. Másodosztály. Itt vagyunk, mondta Verna ámuló bajtársainak a beavatott ember fölényével. A vasúti kupé egyik oldala valami hatalmas ütés következtében kisé összetört, de különben egész jó állapotban volt. Itt lakott a szép Hopkins, és ezt a rejtek helyett csak igen kevesen ismerték. A szakadék felső peremén elfette az egymáshoz hajló dús és a szakadék mélyén sem járt vándorember. – Hogy jutott ehhez a női szakaszhoz? – kérdezte Bork. – Laptam – felelte egyszerűen. – Furcsa eset volt. Elgoleánál leszállították az utasokat, és ott élelmezték őket a pályaudvaron a vonat üresen folytatta útját, illetve az egyetlen utas én voltam a tetőn. Azonbár előtt itt a vasúti hídon sokáig álltunk a szemafornál. Sötét éjszaka volt, és én lekapcsoltam ezt a kocsit, mert gondoltam jobb, ha az ember a sajátjában lakik. A vonat továbbment, és a másodosztály itt maradt a szakadék fölött. Néhány nagy sziklát gurítottam eléje, és egy ismerős mozdonyvezető húsz frankért lökött egyet rajta a lokomotívval. A fülke kisiklott a kövekről, és lezuhant ide. Azután elhívtam egy régi barátomat, aki Tuareg rablóvezér, vezér, és negyven emberével feltámasztottuk a másodosztályt. Ez az én tulajdonom története. Lehetséges, hogy a vasúttársaság ráakadt a lezuhant kocsi nyomára, de nem szorgalmazta, hogy horribilis költség árán ismét birtokába jusson a törött vagonnak. A másodosztály elég lakályos helyiség volt. Kopott bőrrel bevont ülések álltak két oldalt szép sorjában az ablakok mentén épp úgy, mint valamikor a régi időkben, amikor még ez a női szakasz vagontársaival egy sorba vágtatott az atlaszon keresztül bele a szaharába. Most a szép Hopkins nomád életének nyomai állatbőrök, szerszámok és horpat bádogedények hevertek mindenfelé. Verna előszette a viszkit, és a szép Hopkins is odaállított egy pálinkát a maga nevében, mert jól tudta, mi illik. Elhelyezkedtek egymással szemben az üléseken, mintha a vonat indulását várnák, és kezdődött az ivás. – Hát, eh, miről van szó? – érdeklődött a vonat tulajdonos. – Előbb javasolt javasolta Bork. Párton, szólt most Puskin Mária először cseréljen helyet velem, mert állandóan úgy érzem, hogy mögöttem van a menetirány, és ettől szédülök. A matróz morgott valamit arról, hogy a menetirányt nem kell összetéveszteni a pálinkával, de azért helyet cserélt. Idehallgass, Hopkins, mondta Verno mi elmegyünk Insalachba, hogy néhány rablót fogjunk Manzur hordájából. Minek nektek rabló után veszik valahol őket? Igen, ez az alak pénzt szerez rá, mondta Bork. É, ne igyon! Most nem fogjuk hazáig cipelni, mert a Lafayette erő több mint száz kilométer ide. Ahogy itt megnéz bennünket, szólt az ítélet Rajtó, mi öten egy részvénytársaságot alkotunk. Ez a katona itt tulajdonképpen Puskin Mária, aki 16 millió frankot ér. Hogy a pénzhez hozzájussunk, szükséges lenne őt itt hagyni magánál? A szép Kopkins megértően bólogatott. Értem. Maguk négyen elrabolták ezt az idegbeteg öreg nőt, és katonaruhát adtak rá. Most azt akarják, hogy tartsam itt, amíg a váltságdíj megjön. Rendben van. Puskin Mária Gottfried konsternáltan talpra ugrott. Ezt egyszer és mindenkorra kikérem magamnak. Vegye tudomásul, hogy nyughasson, nagysád, figyelmeztette a vadember Puskint. Csendet kérek, kiáltotta Vernó. Puskin Mária a részvénytársaság alaptőkéje, azon felül katona! Puskin Mária Gottfried már sűrűn csuklott, sőt, olykor sírt is egy kis émire a házigazda végre megértette, hogy miről van szó. Rövid tétovázás után bólintott. A pasas itt maradhat, de én veletek megyek. Ha minden sikerül, én is kapok a pénzből. Ez esetben fel kell emelni az alaptőkét, mondta az ítélet végrehajtó jogi aggályoktól gonterhelt hangon. – az, az alaptőke – dünnyögte Puskin – én vagyok, nincs emelés, énekeljünk! – Ha nincs emelés, akkor én majd jól fejbeütöm magát – ajánlotta a szép Hopkins, de megelőzte tervében a viszki, amely előbb ütötte meg Puskin Mária Gottfried koponyáját, mégpedig belülről el annyira, hogy az alaptőke képviselője egy szelit hanyatlással a bőrrel bevont padról a földre csúszott. Puskinnak muszáj beleegyezni, mondta Dorma. A közgyűlés határoz, hirdette harsányan Pugacsev, aki úgy érezte, hogy mint ítélet végrehajtó, ő a legalkalmasabb ünnepélyes és hivatalos funkciókhoz. A határozat szerint az alaptőkét felemeljük. Rendben van, mondta Verno. Most pedig helyezzük el a földről egy ülésre Puskin Mária Gottfriedet. Ezek után a közgyűlés kezénél és lábánál fogva felemelte az alaptőkét. Az alaptőke halkan hortyogott.